sportosat. Híradónk vendége Kis László, egykori legendás labdarúgó edzőnk. Szervusz, üdvözöllek. Szervusz, jó estét kíván. Tartok attól, hogy lehet, hogy rosszul tartok attól, hogy már nem lesz itt kispadod a NB1-ben, NB2-ben. Tévedhetek még? Hát ez utópia. Ugye? Valamikor te edzősködtél, jól tudom, ugye? A Székesfehérváron videóton. Igen. Nem így szólsz, ez a mai friss hír, így hatalmas nagy váltás történt a Fehérvárnál. Ment a Salló is, ment a vezetőedző is, sőt, a videóton kettő edzője is ment, tehát ment mindenki. Mit szólsz hozzá? Először maradjunk ennél, hogy mentek. Hát amikor eljöttem, akkor láttam, hogy mi történt, bár erre számítani lehetett, de nekem az a véleményem, hogy eredmény nincs valós teljesítmény nélkül. Amit az előző és a mostani sportigazgató csinált, az a magyar labdarúgás egyik torzulása. Én végre ezt a problémát is megoldották, csak nem tudjuk, hogy hova fog kifutni. Az edzőről meg nem is érdemes szót emlegetni, nem is tudom, hogy ez hogy kerülhetett ide ez az illető. De visszatérve egy pillanatra a videótonhoz, amikor én ott dolgoztam és sikerült őket bentartani, nagyon-nagyon rossz helyzetbe vettem át, de ott olyan játékosok voltak, akik éltek, haltak a klubért. Ingyen játszottak hónapok óta, és megdöglöttek a klubbé, megdöglöttek egymásért. Ez a mostani játékosokra nem igaz. Már nincs meg bennük ez a... Nincs. A mai játékosok ezt nem tudják. Inkább abba hagynák a futballt. Nem, az identitásukat nem tudják hova tenni, nem tudják kivinni a pályára sajnos. És ez a egyik legnagyobb gond. Na most a videótonnál ugye a Garancsi úrnak a jó voltából ömlött a pénz, tehát tulajdonképpen semmi nem számított. Itt a kérdés csak az, hogy azok, akik odavitték, akik rábeszélték a Garancsi urat erre, meg a mostani lépésre, akik rábeszélték, azok meddig lesznek ott? Azok Igen. mindig ott vannak? Vagy azok mindig ott maradnak? Ez egy jó kérdés, amire soha nem kapunk választ, és más kluboknál is ugye ez egy érdekes történet lehetne. Mindenesetre tudjuk, hogy elment a vezetőedző, elment a Sallói, és most már azt is tudjuk, hogy ki lett az új vezetőedző, Huszti Szabolcs, és a sportigazgató pedig Juhász Roland. Hát nekem ez a film, hogy cseberből vederbe. Ez nem oldja meg a problémát. Nem? Nem, ez nem oldja meg a problémát. Ideglenesen meg fogja oldani, egy-két hétig igen, de nem oldja meg a problémát. Mi oldaná meg a problémát? Hát tudod, ilyen anyagi dotálás mellett egészen más alapokra kellene tenni a vezetési színvonalat. Ugye amikor én 94-ben azt mertem mondani, hogy itt elsősorban vezetői válság van, és csak másodszorban szakmai, Igen. akkor engem ezért megköveztek. Az ott eltett 26 év. Nem változott semmi. 28 év, és semmi nem változott. Igen. Semmi nem változott. A vezetés színvonala olyan, amilyen Magyarországon. Itt az a nagyon nagy baj, hogy azok az emberek, akik állítólag a pénzt adják, azok a sportszakmai dolgokhoz fogalmatlanok. Ugyanakkor a másik oldalról azok, akik megkapják ezeket a nagy lehetőségeket, nem először és nem másodszor, azok pedig a sport oldaláról fogalmatlanok. Nem veszik tudomásul, hogy a sport azt üzemként kell kezelni. Ezt a magyar sportot meg különösen. Ilyen dotálás mellett, ilyen lehetőségek mellett, ami ma van, a magyar sport a futballnak, a futballról beszélek, a futballnak nem itt kellene tartani. Ez a baj, de senki nem kéri számon őket, csak gondoljuk a Diós Győrre. Feljutó helyen álltak ugye az NB2-ben, és akkor a Kondást elküldték. És hát hozták a Szegedről az edzőt, aki... Hát igen, ez akivel aztán beszélek. Nem, és az érdekes az, hogy senki nem kérte számon, nem volt számon, nem lehet tudni, hogy ki... Mi történt? Igen, mi történt? Ki és miért találta ki ezt a vezetőedzői cserét, és tudjuk azt, hogy ilyen égés lett belőle, és utána mi lett ennek a következménye?
erre mondtam én az előbb azt, hogy a magyar futball torz állapotát tükrözi ez. Igen. Ez bele tartozik, hogy soha nem tudjuk meg, hogy tulajdonképpen valójában mi történt. Én azért nem látom ilyen sötéten a dolgot, mert az kétségtelen, hogy a magyar labdarúgásnak legalábbis a két kirakat csapata az mutatott valami olyat, amiről lehet azt mondani, hogy valami elő elmozdulás a nulláról van, de a véleményvezérek azok olyan hisztériát keltenek a csapatok körül, ez a két csapat körül, hogy ebből jól kijönni nagyon nehéz. Itt a válogatott, és a Fradira gondolsz? Igen. Pár héttel ezelőtt a német meccs után az egyik közösségi oldalra írtam egy pár gondolatot a Marco Rossiról. Nem vagyok Marco Rossi fan egyáltalán, de megköszöntem neki azt, hogy tükröt mutatott a magyar edzők felé. Elsősorban az utóbbi 20 év szövetségi kapitányai elé. Mert egy ilyen fajta rendszerjátékot, amit ő itt a válogatottal elővezetett, azt igenis meg lehetett volna csinálni akkor is, nem beszélve arról, hogy jobb minőségű játékosok álltak akkor rendelkezésre, mint ezek a maiak. Amikor azt írtam, hogy a németek elleni első félidőt, ugye én közel 60 éve vagyok benne a magyar futballban. Én 60 év alatt talán egy kezemben meg tudom számolni, hányszor láttam olyan káprázatosan jól futballozni magyar válogatott, mint amit a németek ellen játszottak. Első félidőről beszélek. És utána jött az olasz meccs, amikor, mint a vakemberek, az előző meccshez képest úgy játszottuk, mint a vakemberek. De ezt a kérdést még senki nem tárgyalta ki, hogy miért van ez. Ez a magyar futball a válogatott szinten már csak akkor fog tudni előrelépni, hogyha két-három helyen tud cserélni. Minőségibb játékosokat tud két-három helyre betenni. Az egyiket megoldotta az élet, a Szalai kérdés azt megoldotta az élet, a másik két-három ember cseréjét pedig ott dolgozni kell rajta, és keresni kell, hogy ki az, akit egyáltalán ebbe a rendszerbe be lehet tenni. De ennek van egy másik hátulütője, hogy meg kell tanulni akkor is futballozni, akkor is játszani, amikor nem mi irányítjuk a meccset. Ugye, amikor a két albán meccs, az akkora pofon volt a magyar futballnak, hogy az valami borzalom. És abból se tanultunk. Mert ha tanultunk volna, akkor az itthoni meccset meg lehetett volna egy döntetlen játszani, és esetleg az olaszok ellen is lehetett volna egy döntetlen játszani. De nem tanulunk belőle, nem ellenmezzük ki. Pár hónappal ezelőtt írtam egy cikket, amiben megemlítettem azt, hogy a komputerek segítsége milyen hatalmas minőségű adattal segíti meg az edzőket, a csapatokat, az ellenfelek gyengeségeit ki lehet saját előnyre használni. És most valamelyik nap olvasom, hogy igen, ezt használni kéne. Na most a magyar futball úgy látom, hogy ezt is, mint sok minden mást, nagyon felületesen használ. Mert hogyha van egy jó kiértékelés, az első albán meccsből, akkor lehet, hogy a másodikat nem veszítjük el, és akkor kimehetünk az Európa-bajnokságra, vagy a világbajnokságra. Tehát azért mondom, hogy itt sok olyan adósság van. A Ferencvárosnál pedig ugye a nemzetközi meccseken a csapat olyan erényeket tud mutatni, amire büszke lehet mindenki. De ugyanazok a játékosok a következő harmadik napon elveszenek egy ilyen meccset, mint ami a Mezőkövesd. De miért? Az egy másik kérdés, hogy nem azok a játékosok játszottak. Ezért? Lehet, de nem értem azt, hogy mi az, hogy rotálok, meg pihentetek. Hát amikor a futballista ugye ilyen szinten játszik, mint a Ferencváros játékosai, akiknek egy héten két meccset kell játszani, akkor az természetes. A legjobb edzés a meccs. És még pénzt is kapok érte, hát én nem tudom, hogy én nem engedném, hogy engem, ha én most futballista lennék, én nem engedném, hogy engem rotáljanak, én minden meccsen ott akarok lenni. Ha csak nem kapom meg a pénzt, akkor is, ha kikapok. Vagy nem játszok. Hát ez ilyen egyértelmű. A másik, ami nagyon fontos a Ferencvárosra kapcsolatban, hogy az a tömeghisztéria, ami van a csapatok, a válogatott és a Ferencváros mögött, az nem tesz jót a futballnak. Mert? Mert félreviszi a dolgokat, a problémákról eltereli a figyelmet. A problémákról eltereli a figyelmet. Mire gondolok? Gondolok itt elsősorban arra, hogy a rendbe kéne telni
az akadémiákkal, az akadémiákban folyó munkát. De az nem igaz, hogy 20 év alatt nem tudnak kihozni egy játékost. Most nehogy azzal jöjjenek, hogy a Kerkeszt, meg mit tudom én. A Kerkeszt, senki nem látta Magyarországon még első csapatban játszani, csak Hollandiában sem, csak a válogatottban. Amikor már itt játszott még Magyarországon a Győrbe, akkor avval kitűnt, hogy a szellemisége az egészen más volt, mint a magyar játékosoké. Én nem csodálkoztam azon, hogy azon az első meccsen, amit játszott, nagyon-nagyon jó játszott. Teljesen meglepőt, nagyon-nagyon jó játszott. De ilyen játékost a magyar akadémiák nem tudnak kinevelni, magyar játékost. Mert ott valami nem úgy működik, ahogy kell. Nem tudom, emlékszel-e rá, hogy az első meccsen a Kisvárda Svédországban hogy játszott? Egy 60 percig káprázatosan játszott, az kapott egy 11-est, ami nem volt az, aztán kikaptak. De 60 percig olyan futballt játszott, hogy nem akart az ember hinni a szemének. És ez a Kisvárda azóta csak lefelé megy. Tehát nem tudjuk még azt a pontokat sem megfogni a teljesítménybe, amivel esetleg el lehetne rugaszkodni felfelé. Mi mindig csak lefelé rugaszkodunk el. Hát itt a Ferencváros jó példa. Csütörtökön játszik egy ilyen meccset, amit meg tud nyerni 2-1, de vasárnap meg kikap az utolsótól. Tehát ezeket ki kellene iktatni, és a másik az, hogy amiről mindig beszélek, hogy nincs párbeszéd. Nincs párbeszéd. Az, hogy azt mondja valaki az MLS részéről, olvastam, mert sajnos én teljesen begubosztam, én nem járok sehova, maximum a kutyával lemegyek sétálni, de városban is egy hónap egyszer, ha bejövök, vagy kétszer maximum. De nem lehet párbeszédet folytatni. Hiába mondja az MLS, hogy látni az alagút végén a fényt, meg ilyen hangzatos címekkel jelennek, meg újságcikkek, és ha jól belegondolok, hát én 60 éve benne vagyok ebbe, és még soha nem jöttünk ki az alagútból. Soha nem jöttünk ki az alagútból. Volt egy nagyon jó válogatottunk, 82-ben, 76-ban, 82-ben, 78-ban, 82-ben, 86-ban, sehol nem voltunk, sehol. Azóta nekünk sem voltunk a világbajnokságon. Most nem látod, tehát ez a válogatott Rosszival? Hát az az igazság, hogy ez a sorsolás, ami most van, ez így papíron nagyon bíztató. De az előbb mondtam, hogy ez a magyar válogatott nem tud olyan csapat ellen játszani, aki majd be fog állni védekezni. Aki nem fog ilyen bátran játszani a mezőnben, mint az ellenfeleik, az angolok meg a németek játszottak, nem fognak, ezek be fognak állni, és erről beszéltem az előbb, amikor azt mondtam, hogy meg kell találni azt a 2-3 embert, aki minőségi javulást tud hozni a játék ezer részére. Most keresik külföldön őket. Az lehet, én nem tudok. Mert most ugye, és mi erről a véleményed, ugye most az MLS jelen pillanatban most úgy próbálja megoldani ezt a hiányt, hogy külföldön keresi olyan labdarúgókat, akiket lehet magyarosítani, és akkor... Ezt hallottam, igen, de hát nem tudom, hogy... Rengeteg 6 vagy 7 név is fölröppent az újságokban, akiket által Rossi figyel. Hát elképzelhető, nézd, hogyha adott országban nem kell, akkor miért ne akarna a magyar válogatottba futballozni? Hát egy adott országban nem kell, és itt a magyar válogatottban megállna a helyét, ott valami nem frankó. Igen. De, ott de, valami nem frankó. De, na most azért álljunk meg egy pillanatra, nagyon jó gondolat, amit felvetettél. Itt van ez a fiú, aki most a Millwallban játszik, a Stiles, azt hiszem, ugye? Így van. Ez a fiú másodosztályban játszik. Ez angol másodosztályban az utolsó helyezett csapatban játszott. Ez, amikor itt a magyar válogatottban első pillanatban beszállt, ezzel látni lehetett, hogy ez egészen más, mint azok, akik itt jár itthoniak, igen, vagy Európában játszanak, egészen más futballt játszott. Ha ilyeneket találunk, akkor az nem lenne rossz. Ha itthonról nem tudjuk ezeket, igen, kinevelni. Most ez van, igen. Akkor ha ilyeneket találunk, akkor azt csinálják. Ez egy elfogadható? Akkor hát persze, ha ilyeneket találunk, aki sokkal jobb, mint a magyar. Ha az itthon játsz a magyar, akkor természetesen nincs ebben semmi gond. De itt az egész minden, csak az önigazolás. Itt mindenki önigazolja magát. Mindenki. Hát teljesen igaza volt a Gallasnak akkor, amikor azt mondta, hogy ezt a visszavonulást, ezt a cirkuszt, amit a Szalai Ádám csinált, ezt másképp kellett volna megcsinálni. Ezt akkor kellett volna bejelenteni az olasz meccs után. Nem az olasz, a német meccs előtt, meg az olasz meccs előtt bejelenteni, hogy én most abba fogom hagyni. És amiről beszéltem az előbb, visszatérve egy pillanatra. Ez a Dzsudzsák ügy is ugyanez.
ugyanez. Hát mi az, hogy a Dzsudzsák, aki nagyon jól mondta Ballai Attila, valamelyik napon láttam egy interjút, hogy a magyar labdarúgás egyik legsötétebb időszakának közepes képességű játékosa volt. Valami ilyesmit mondott. Ha nem szó szerint idéztem, akkor elnézést kérek tőle. De körülbelül ez volt, amit mondott. Nekem is ez a véleményem. Ez a Dzsudzsák, ez tudott valamit. Semmi különleges nem volt. De az, mert a hatalom embere ezt ki tudja kényszeríteni, hogy még egyszer válogatott lehessen Magyarországon. Attól függetlenül, hogy telap nagyon szép gólt rúgott. Az egy dolog. Ez abszurdum. Igen. Én nem véletlen, hogy megosztja a közvéleményt. Igen. És attól félek, hogy a stadionban ebből balhé lesz. Igen, de ehhez nem csak a hatalom kellett, kellett a Dzsudzsák is, aki ezt fölvállalja. Ez azért említem, így van, természetes. Fazekas Lacinak is felajánlott, igen, a Szepesi, mondta, hogy, nem, hogy igen. Csináljuk meg, legyél százszoros. Na, de álljunk meg egy pillanatra, a Fazekas Lacit, meg ugye? A Dzsudzsákot nem legyessük egymás mellett. Na most látod, hogy Fazekas mit mondott, hogy hogyan ő ahhoz, hogy ő igen, hát azért a Fazekas Lacit megközelítse. Hát remélem, jobb, innen is kívánok neki jobbulásra, remélem nézi majd ezt a műsort. De hát a Fazekas azt mondja, hogy a Dzsudzsákot nem legessük bár egy napon, mert akkor az abszurdum. Jó, csak azért mondom, hogy itt tartunk, értékítélet, ember. Igen. Borzalmas. Adják meg a Dzsudzsáknak, ha úgy gondolják, adják meg, nincs, de nem kell ez a cirkusz mellé. De a Dzsudzsák mondhat, feltetnék ezért, hogy uraim, hol jövök én. Álljunk meg egy pillanatra, hát hogyha reálisan nézzük, akkor a Dzsudzsák, az, ami történt a Ferencváros meccsen, az elítélendő. De akkor az is elítélendő, amit a Dzsudzsák csinált. Amit a bírónak a Dzsudzsák mondott, ami az első között, amit azóta nem lehet látni sehol, amit mondott a bírónak. Azért a bírónak ki kellett volna állítani a Dzsudzsákot. És arról nem beszél senki. Tehát ezek a torzulások azok, igen, amik nem segítik elő a magyar futball fejlődését. Én attól félek, hogy a stadionban ebből probléma lesz. Bár ne nekem legyen igazon. De Dzsudzsák nem fog visszalépni ettől a... Miért lépne vissza? Mint hogy Fazekas se vállalta, hogy csinálja. Hát, de mondom, nagyon kérlek, hogy ne emlegezz a Fazekast meg a Dzsudzsákot még egy mondatban sem. Egy mondatban sem. Oké. Okay. Jó. Visszatérve ez a fiatal srác, ez a magyar szerb, ez aki ugye eldöntötte azt, hogy a gyerekkorában, hogy csak a magyar válogatottban akar futballozni, ugye most a holland bajnokságban játszik. Ugyancsak egy meccsen, két meccsen láttad? A két válogatott meccsen láttam, igen. Hogy látod, valóban ő lehet esetleg, mert nagyon fiatal, 18 éves? 18 éves. Nem lehet egy 18 éves játékosnál megmondani, de az, hogy a holland első osztályban játszik 18 évesen, az predesztinálja arra, hogy ebből lehet játékos. De hát ezt most 18 éves játékosnál nem lehet elmondani ezt, hogy ebből majd lesz egy... Uh-huh. Én csak mondok egy balbeket, nagyon félve mondom, hogy a Juhász Péter, akit én az egyik legjobb balbeknek láttam, akit valaha láttam játszani. A Juhász Péter, tudod, kiről beszélek? Igen. Hát olyan futballista volt ez a fiúhoz képest, hogy ez valami fantasztikus. Lehet, hogy ez a gyerek meg tudja váltani a magyar futballt. Bár lenne a mentalitásával. Még a mentalitásával kitűnik, és ez a nagyon nagy probléma, hogy elég az is, hogyha mentalitásával kitűnik. Azért, mert a holland első osztályban játszik, akkor ennek a gyereknek valamit futballozni kell. Ott nem teszik be azért, mert két szép szeme van. Igen. Gyerekesség. Elkezdődött ugye az NB2-es bajnokság, és az MTK lőtte a gólokat, gyűjtötte a pontokat, hatalmas gól különbségekkel nyerte a meccseket a Bognárra, mindenki ezt is várta a Bogesztől, ugye, hogy őnál a csapat így szerepel mindig, hogy megy előre, lővi a sok gólt. A Zsinórban már az ötödik vereségén tart az MTK. Mi történt? Nem tudom, mi történt, hát megmondom őszintén. Én a Bognárt nagyon-nagyon jó edzőnek tartom, de itt valaminek a berkeken belül történnie kellett, hogy öt meccsen keresztül nincs hatalma a csapat felett. Valaminek történni kellett. Most lehet, hogy ez az állandó cserebelés, hogy ennek kell játszani, annak kell, 17 éves, 18 éves, 19 éves. De Bogeszet nem lehet megmondani, egyszerűen valami olyan, vagy van egy belső probléma, ami nem jutott még kifelé, nem jutott el kifelé, és ez gátja. De amit telap pillanatra kapcsoltam, csak pont akkor kapcsoltam oda, amikor a német Krisztián ugye kihagyta azt a borzalmas helyzetet üres kapuba, addig-addig várt, míg a back befutott és kirúgtak be, hát ez valami borzalom. Most ez nem a Bognár hibája,
Ez nem a Bognár hibája. De hogy valami milyen működik az MTK-nál, az biztos. Én nem tudom megmondani, mert nem járok ki, én nagyon ritkán nézem. Csak érdekes, az ember ugye ezzel elgondolkodik, hogy mi történt, hogy az MTK-nál... De főleg az, hogy öt zakó után, öt, tehát, mert igen. A harmadik után már megkérdezik, hogy hoppá, hát azért egy MTK-nál, aki fel akar jutni, hogy csak megkérdezem, hogy hoppá, mi van? Öt zakó. Az nagyon sok. Nagyon sok. Az nagyon sok. Ott valami más problémának kell lenni. Lehet, hogy mégsem fognak feljutni? Tudom, még sok van hátra, de nem tudhatjuk, hogy mi van a háttérben. Nem tudjuk, azt nem tudom elkezdeni, hogy jusson vissza, azt nem. Ezt Gyuri azt rendbe fogja tenni, de van egy olyan dolog, ne nekem legyen igazam, egy olyan belső dolog, ami nem jutott ki még. Vagy nincsenek fizetések, vagy elkéstek a fizetések, vagy csúszások vannak, vagy nem tudom, valami probléma van, mert amikor a csapat ötször egymás után kikap, egy ilyen szintű csapat, mint az NTK, ott valami baj van, az biztos. De ez milyen jól bezár ilyenkor az öltöző ajtó? Sose jönnek ki igazából valós információk. Hát csak ugye, a szurkoló mindenki találgat. Ugye ez a legrosszabb. Ez a legrosszabb. Ez a legrosszabb, hogy a szurkoló csak találgat. És a találgatás nem áll meg egy, kettő, három találatnál, hanem 30, 50, 40, 100 Verzió, találat van. Igen. És mindegyik más. Igen. Én vallom azt, hogy nem, a problémákat nem kell betenni a szekrénybe, és utána bezárni az ajtót, és ott hagyni. Ki kell jön a problémával, el kell mondani abban a pillanatban, amikor van, és utána el kell felejteni, és dolgozni, hogy kijavítani, kész. Nem, úgy látszik itt valamit, máshogy csinálnak, máshogy gondolják. Én biztos, hogy szétvertem mondom az öltözőt, az 1000%. Azt tudja. Azt úgy lehet, hogy egy tőlem német, mit tudom én, Krisztián, vagy mit tudom én, Futács, meg ilyen, úgy ki, az nem létezik. Nem létezik, hogy ott... Ja, amiről nem beszélünk, ugye az interjú előtt mondtam neked, hogy sok mindent nem beszélünk még itt a magyar futballban. Én rengeteg külföldi irodalmat próbálok olvasni. Külföldön is arról beszélnek, hogy ez a hatalmas pénz, amit ma a futballisták keresnek, ez egy olyan fajta játékos uralmat honosított meg az öltözőkön belül, amit az edzők, a menedzsmentek már nagyon nehezen tudnak kezelni. És ez világjelenség. Mint a világjelenség az is, hogy sok a tanult futballista, és megeszik a tehetséges játékosokat. Igaz. 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 A Ferencvárosban is van öt kitűnő futballista, egy kapus és négy mezőjátékos, a többi hat játékos olyan tanult futballista, az nem képes egy olyan váratlan megoldásra, hogy jobb lábbal a helyet bal lábbal rúgjon a labdába. És ezek olyan problémák, és az előbb is már említettem, hogy itt Magyarországon nincsen párbeszéd, itt nem lehet kibeszélni. Holnap van egy nagyon jó értekezet, el akartam menni. Sporttal foglalkozó értekezet. 75 ezer forint a belépő. Hát nem tudok elmenni. Minden a pénzről szól ma már. Igen. 75 ezer forintért el lehet menni, egy nagyon jó, engem nagyon érdeklő kérdése, vagy konferenciára nem tudok elmenni, 75 ezer forintot nem tudok kifizetni. Ez az én bajom. Ez csak úgy megemlítem. De a párbeszéd az lehetne, de nem lehet, mert a véleményvezérek azonnal leütnek. Kinyírnak, azt tuti. Zárásként. Azért csak van zöld véred még egy kicsi. Hát az van. Az mindig az lesz. Mi lesz a Fradival? Itt most az elcsoport körre gondolok. Nagyon jó helyen van első. Megéljük még a tavasz, tehát ott lesz... Hát szerintem a tavasz már mindenképp megéljük. Attól függ, hogy melyik csoportba. Melyik kupába. De megéljük, az biztos, hát nem tudom elképzelni, hogy ugye most már csak egy döntetlen elég, és akkor tudja, így van matematikailag, így számolták. Azért mondom, hát a két meccsből egy pontot, tehát nem létezik, hogy hát az nem létezik, hogy ne szerezzenek egy pontot, nem tudom elképzelni. Akkor megvan. Na de hát az a magyar labdarúgás problémáit nem fogja megoldani, hogy a Ferencváros tavasszal fog játszani még egy meccset. Sennyi. Nem oldja meg a magyar labdarúgás problémáit. Itt olyan problémák vannak, amit ki kellene végre egyszer beszélni, amit már többször elmondtam itt is nálad. Én mit csinálnék? Összeírnám az összes olyan edzőt, akinek van véleménye, bezárnám az ajtót, eldobnám a kulcsot, aztán verjétek meg egymás benne, addig beszéljetek, addig vitázatok, míg valami normálisat nem tudtok tenni az asztalra. És akkor utána lehetne miről beszélni. De itt ma nem lehet miről beszélni. De erre az edzők tudod, mit mondanának? Kiröhögnek. Nem. Hogy mit akarsz te? Hát te úgysem az van, amit ők akarnak, amit a tulajdonos mond. Nem. És a tulajdonos leküldi a listát is, hogy kinek kell játszani, még ma is így működik azt rengeteg nem, ezt, klub. Ezt én nem. Na, én, na, nálam, én nálad azért, lehet, én azért nem hiszem, mert nálam ilyen nem tudok elképzelni. Mert nálad nem.
Van ilyen. Nálam én nem, van én nem tudom elképzelni. Azért mondom, innentől kezdve ők is azt mondják, hogy most mi hiába okoskodunk, nem. Ha tulajdonos, Másképp, én megvédem a tulajdonost, megvan neked őszintén. Ezek a tulajdonosok, akik ilyen milliárdok fölött rendelkeznek, ezek nem lehetnek buta emberek. Nem buták ők. Ezeket meg kell tudni győzni. Ők nem buták, csak úgy gondolják, hogy ők jobban tudják. Tudod, mivel lehet meggyőzni? Mivel? Munkával. Munkával és munkával. Kapar el időt? Dolgozni kéne. De hát az nem edzés. Álljunk meg egy pillanatra. Az nem edzés, hogy naponta ezek a magyar futballisták egyszer edzenek egy nap, 90 percet valamit csinálnak. Ezek a magyar futballisták, amikor szombaton kell meccset játszani, akkor hétfő kell, szerdán két edzés kell. Mi az, hogy elfárad? Mitől fárad el? Mitől fárad el? Hát öt edzésre nem lehet világszínvonalú futball csinálni. Hogy gondolják? Kérdezzék meg, hogy mit csinálnak a többiek. Menjenek el, nézzék meg. Ugye a prólicenszen el kell menni, és diplomunkát le kell adni. De még egyet nem hallottam, hogy ebbe, amit leírtak, próbáljuk be megcsinálni. Uh-huh. Hát álljon meg a mellett. Sajnos időnkre járt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást, és kívánok minden jót mindenkinek. További sportosat.